Hát nagyszerű, itt vagyunk kint a Tiszavalki medencébe. A, milyen csatorna is ez? Én mindig elfelejtem. Szégyen szemre. Mindig Rédai jut eszembe, de nem Rédai, hanem... Nyárádi csatorna. Nagyon jó a peca. Eddig fogtunk egy olyan három körüli pontyot, meg pár ilyen kisebbet Csaba fogott, tehát nem számottevő pontyokat, abszolút, ilyen tenyeres méretű. Voltak, de nem is ez a lényeg, hanem itt van, nem sokára dél van, és Csaba neki állt lángos sütni, csak közben amúgy megleptek minket a darazsak is. Úgyhogy a lakóhajós horgászatnak nagyon nagy előnye, hogy van konyhánk is most. Ez a szivárvány kikötőnek a lakóhajójába horgászunk, ez egy kétszemélyes lakóhajó. Nagyon jól föl van szerelve. Ez itt a horgász terület, itt vannak a csalik, etetőanyagok, botok kihelyezve rotpodra, nagyon kényelmes, nagyon szuper. Bal oldalt ott a spiccen horgászok, oda szórok lapáttal kukoricát, Csabának ott van két bójája, azt horgászta meg. Hát úgy néz ki, hogy délelőtt az etetésre reagáltak a pontyok, be is álltak, és tudtunk elsípni egy párat. Bízom benne, hogy szórjuk azért, ahogy fogunk halat, úgy mindig dobunk rá, hogy lesz majd itt azért nagyobb is, nem csak ilyen kisebb, kisebb példányok, de hát a lényeg most nem is ez, hanem az ebéd, hogy úgy néz ki, hogy a 1-2-3-4 lángosot szépen ki van már kerekítve, meg itt a serpenyő, bele az olaj, és akkor egy jó kis lángosos ebédsütés lesz minden. Itt azért a Tiszató közepén egy lángost tenni, egy finom lángost, azért az csak jó múlik. Ja, nem, 8 lángos lesz, ja, ott is van még 4. Ah, nagyon jó. Hívtuk a Ricsit is, a hajónak a gazdáját, hogyha van ideje, akkor ugorjon, kilátogasson meg minket. És akkor jut neki is lángos, hát nem ígértem, mert van még más elfoglaltsága is, de majd meglátjuk, hogy megérkeznek-e. Hát lehet lassan ki lehet kapcsolni a fűtést. Én már rég kikapcsoltam. Ja, igen? Persze. Ja, akkor az ajtót meg lehet ki kéne nyitni, mert igen, bemelegettünk rendesen. Igen, meg szerintem ez is. Igen. Nézd. Aha. Igen, tehát itt a lakóhajónak ez a középső része a konyha. Van inverter, 220 volt, van egy mosogató, ez ilyen rendesen egy 20 literes tartályba van egy kis szivattyú szerelve, és akkor, ahogy nyitjuk a csapot, úgy a szivattyú pumpálja föl a vizet. Itt vannak még akkumulátorok, itt van gáztűzhely, mindenféle jóval, konyhaszekrény fel van szerelve, étkészlettel, tányérokkal, mindennel, és akkor itt van a hálószobarész, a hálófülke. Vannak mindenféle gombok, külső világítás, belső világítás, rádiót föl lehet kapcsolni, és akkor itt a hangszórók be vannak szépen rakva, teljesen jól működik, bár most lehet ki van kapcsolva a rádió, de mindegy, hagyjuk is. Ne zúgjon, és akkor van hangulatvilágítás, dimmerrel lehet állítani a lámpának, hogy fényerejét, kis vörös fény, éjszaka, azért legyen mégis fény, hogyha kapás van, hőmérsékletjelző, óra, minden, ami kell, tehát teljesen jól fel van szerelve. És itt ez a lényeg, van egy távirányítóval üzemeltethető gázolajos kályha, kívül van a kémény, meg a levegőbeszívó nyílása, és akkor azt hiszem ezzel a távirányítóval lehet kibe kapcsolni. Rányomok, akkor lehet hallani, hogy valamit válaszol, 18 Celsius fokra van beállítva, automat, és akkor kibe kapcsol magától. Ki is kapcsoltam, nem kell most. Tehát nagyon jó föl van szerelve a lakóhajó, és hát ilyen jó, kényelmesen lehet belőle lángost is készíteni akár. Van hozzá sajt, meg tej, fölhoztál? Ja, jó. Hát az úgy. Minden. Úgy az igazi. Kinyitom akkor az első ajtót, hogy legyen egy kis kereszthúzat, mert bár szeptember vége fele van, de az idő az megint ragyogó, jó? Így. Kinyitom. Egy kis lábbal ki lehet támasztani, és ennyi igazából. Ha kereszthúzat van, akkor mindjárt sokkal jobb idő is lesz. Na nézzük Csavának akkor a pepesz lángosát. A múltkor ez annyiból volt jobb, hogy elfelejtettem az olajat hozni, és szalonnát, ami volt nálunk, kisütöttük, és annak a zsírjába
lett a lángos megcsinálva. Ott az a kis kegyetlen jó. Hagyj kérjem már rá. Ízelet. Azt hiszem, hogy az IKEA-s nálomba. Az abba, igen. Van ott az a kis. Uh-huh. Hát remélem nem most csavarják el. Na, én megyek, én megfogom. Megfogod? Meg, megfogom. Kell ennek is kapás. Megvan. Oké. Okay. Kifárasztom? Persze, hát én most lángos ütök. De tényleg a lángos. Hallott, most nem az, de ez amúgy jó pont. Egyébként. Csabának eddig a legjobb pontja, de mivel lángos kell sütnie, ezért a kötelesség az első. Hú, de furcsa ezzel a bottal fárasztani. Hát megint Csabának jönnek a pontjak, nincs mit tenni. Ott is van. Az igen. Szép. Na, ez már azért nem az a kilós. Szép. Amúgy egyébként lehet, hogy kapás van a másikon, mert nem látom a zsinort összeakadva. Aha. Vagy igen? Nem. Nincs összeakadva. De, benne de, van. De, benne de, van. Akkor innen kell szákolni. De, de innen azt akkor majd. Lárja, próbálom. Most már útot se fogod tudni. Itt megszákolom, azt akkor kihúzzuk mind a kettőt. Az igen. Az igen, ponty. Ott is van. Várjál, hozom ezt is. Oké, nem mertem ráemelni, mert igen. Én látom, hogy ennek hú. A száknak megharadja a tudományát, tedd le. Egy. Jó, hogy de gyönyörű ponty, azt figyel. Nagyon szép. Adjak egy mérleget? Van. Aha, oké, mérjük le. Itt is vagyunk. Így van, 5 kg 60 deka, 2,5 kg a matrosz, tehát 3 kilós a potyka. Szép. Hármas ponty. Gyönyörű. Egészséges. És itt vannak az etetésen szépen, úgyhogy kell is szórni megint egy-két lapáttal. Remek. Veszek én is akkor. Akkor kész is a lángos. Ponty is meg lett fogva, a lángos is van. Ó, nagyon jó. Király. Királyságség. Jó perca, jó lángos. Csabának megburúzom a botját. Nem, szerintem most, hogy egyet kifogtam vele, mint vége. Ugye? Mint hogyha orba vágták volna, hogy Rizsi mondta. Úgy megállnak majd. Jönnek át hozzám. Tapok fel a kábel. Ja. Kamerát közben kikapcsoltam, bekapcsoltam, azt tudtam, fáradt vagyok már. Most kéne rászúrni, mert most a nagyobb csapat. Mm. Igen. Kezdek belejönni. Kicsit a nádasba is. Akkor itt van a lángos. Ha megjöttek szerinted, akkor kezdjük el neki sütni. Persze. Mi? Aha, igen. Ki tudja, mikor ez a fél óra az. Mit jelent náluk? Mi? Igen. Mit akarom akkor az éket, a tésztákat? No, Csaba Pont, Csaba lángos, úgyhogy kis rövid videó véget is ér. Innen a nyárádi csatornáról, Tiszaalki medence, ponthorgászat, lángos sütés. Meg köszönjük a szivárvány kikötőnek ezt a nagyon jó lakóhajót hozzá. Ja, meg Csabának a pontyot is, a lángost is, meg minden. Mindent egyszerre. Ezt szeretem, mindig így van, nem, hogy mindig a mind a két tudom, ki van. Így van. Remek.